Hát nagyon ránk süt a nap, drága igazgató úr. Mi minden történik itt a Bárdos iskolában már megint? Hát az igazság az, hogy régi nagy álmunkat kezdtük el megvalósítani. Régi vágyuk volt a gyerekeknek az, hogy legyen egy olyan játszóudvarunk, ahol ez az 500 gyerek megfelelő módon és biztonsággal tud játszani. És hát ezeknek a munkálatai folynak most. Többek között a játékoknak a leállítása, és hát hozzá kapcsolódóan, ahogy a játékokat meg is tudjuk védeni, egy kerítésnek a leállítása. Na, a mesélyhez hozzátartozik, hogy az ember állítani tudjon, kell legyen mit állítani. Így van. Honnan, mennyiért, miből? Az igazsághoz hozzátartozik, hogy önkormányzati pénzből ezt most nem tudtuk volna megoldani, hisz az iskolának a felújítására is nagyon sok millióra lenne szükség, ha minden igaz, akkor talán az idén és jövőre ez sikerülni fog. Ezt a szülők és azok a vállalkozók adták össze, akik a jótékonysági bárra eljöttek. Megvásárolták. Ez a februári jótékonysági? Igen, ez a február első szombati jótékonysági bár volt, ahol ott meg is hirdettük, hogy első szándékkal a játszóudvarnak a kialakítása a fő cél, és egy olyan stúdiónak a kialakítása, ahonnan majd az iskolarádiót közvetíteni lehet. Na, vissza még az udvarra. Hát annak idején ugye ugyanilyen összefogással megépítettétek a pályát, ahol most teniszezhet boldog-boldogtalan, és azt úgy tudom, hogy éppen holnap, hát a nézők ezt majd később látják, lesz is egy tenisztorna. Igen, igen, a városban először Borbély Tóni bácsinak az emlékére csinálunk egy amatőr páros tenisztornát, ahol örömünkre nagyon sok orvos és pedagógus és barát jelezte az indulását, és hát ezt a pályát tényleg mindenre kihasználjuk, pedagógus, orvosra, és nem utolsó sorban pedig elsősorban a gyerekeknek a nevelésére a tenisziskolában. Ez ugyanilyen lelkes nagy összefogás, én látom magam előtt még, amikor a kerítést állítottátok, tettük rá drótot, Szárazkára igazgatóval, az élen a tantestre több tagja meg a szülők, most megint így történt, mi korábban jöttünk egy óra hosszában, azt hiszem nem lesz itt senki. Igen, hát hadd mondjam el, hogy 44 név van felírva, 44 szülőt várunk ide. És beosztottátok, hogy ki mikor jön? Beosztottuk, hogy ki mikor jön. A szakemberek, akik most a homokozónak az oldalát válják, és a gyerekek, tehát akik... ők a fás szakemberek. Ők, igen, a fás szakemberek. Aztán a Dolcsa família. A Dolcsa família, igen, aztán Szabó Zsolt tanár úr, szülő, barátom, igen, aki a szakmai munkát irányítja. Hát a vasas munkát, azt, mint végig Kovács gyerek, azt én végzem. Igen, a szegény édesapád látna, hogy hova jutott a fia. Igen, így van, pontosan. Úgyhogy épp nosztalgiázok, mert zártokot nem szerettem akkor se csinálni, és most csinálok zártokot újra ismételten, de az a lényeg, hogy körülbelül egy olyan 50-en felnőtt jön össze pedagógussal együtt. Na, és ezt nézzük, hogy ennyi segítség van, és ez mind ugye közösségi erővel. Aranyosi Laci érkezik, mint teniszes, Raska Pista most ment elő, kettőre jönnek? Igen, ők kettőre jönnek természetesen. Hát a kőműves szakemberek jönnek majd a kerítéshez, de azt el kell mondanom, hogy tényleg egyetlen egy hívó szóra jönnek a szülők, pedagógusok és segítenek, és talán itt több örömünk is van benne, hogy ilyen kollektíven állítjuk a gyerekek, szülők vegyesen. És minden mellett mennyi pénz kell még ahhoz, mert gondolom azért a fát meg kell venni, a betont meg kell venni, a vasat, a játékokat meg kellett venni. El kell mondanunk, hogy több mint 900 ezer forint tiszta bevétele volt a bálnak. Igen. Ebből olyan 500 000 forintból ki tudjuk hozni a játszóudvart. Az anyagot? Az anyagot, igen, igen, meg hát a leállítandó dolgokat is. Nagyon-nagyon kedvezményes és jutányos áron sokan segítettek ebbe, mert ezek minősített játékok, és ezek elég drágák. Most hadd nézzem már, honnan, én kezdtem ezzel a hogyan, meg honnan, honnan ezek az ötletes kosaras, meg egyéb hinták játékok? Hát az igazság az, hogy katalógusból kell válogatni, igen, aztán ha valami nagy állami cégnél rendeled meg, akkor azért a pénzért felét se tudod megvenni, viszont van leveleken vállalkozó, aki ezt hirdeti, és ennek a mintájára készíti el tulajdonképpen ugyanezeket a játékokat, ő is leminősíteti, és úgy adja el, hát lényegesen olcsóbb áron, mintha ez Pesten, vagy ahol én néztem, Siófokon és a többi helyeken, ahol gyártják, Székesfehérváron, ott nagyon-nagyon drágák ezek. Az igazság, most eszembe jut, vagy 15 évvel ezelőtti balatoni nyarunk, amikor még voltunk annak idején, és ott láttunk ilyen fajátékokat, nem hittük volna, hogy egyszer majd a Bajcsi Zsinyiszki úton a Bárdos iskola udvarán ilyen, igen, játékok lesznek. Lesz még szabad, ha jobban tudtok valamit tenni? Persze, később? Hát ugye nagy az iskola udvarunk, ha a kamera körbe pásztázza, akkor látja, hogy a túloldal még üres. Hozzáteszem, oda most egy ilyen... De ott zenészek verik a talpalávalót.
barakban, mondanánk. Hát, nem, a konténer. Konténer, konténer. Mit kell még nekem tanulni? A konténer udvarnak a kiépítése folyik, ugye 4 konténerünk már van. Én még 2-nél jártam, már 4 van. 4 van, igen, már 4 van, és hát ha a pályázatunk sikerül, akkor remélem le, hogy lesz 6 is, sőt egy nagy táncterem is lesz, egy 6x10-es, csak azok már nagyon sok millióba kerülnek, nem tettünk le róla. Én úgy gondolom, hogy a 15 éves jövő évi jubileumunkra kész lesz az udvarunk, a konténer udvarunk is, meg a maga a játszóudvar is, és hát úgy gondolom, hogy akkor látványban is, meg nem utolsó sorban hasznosságban, kihasználtságát tekintve is egy nagyon-nagyon kellemes környezetet és egy jó udvar. A szülőkről már szóltunk, hát Váradi Sanyit matat most is mellettünk, ha kell fest, ha kell kartont szerel, amit el lehet képzelni, ide szaladj, oda szaladj. De a gyerekekről is szóljunk, mert úgy látom, hogy szoroskodnak ők a mi diákjaink. Ők a mi diákjaink, igen, ők a 8-ások, ebben a munkában kiválóan élen járnak. Ez így szokott lenni, Varga Ferhéktől, Kátani Tamásétől kezdve. Csaba barátom, ők aranyos Csaba barátommal az élen, hozzáteszem. Minden talásnak, mindent ledöntve, csak tanulni kell. Csak törtem órára ne kelljen jönni, de ettől függetlenül nagyon lelkesek, és tényleg jönnek kérdezni, hogy hol segítsenek, mit csináljanak még, és hát azt a nehéz gödröt, mert végül is azt látni kell, hogy, az olyan, hát olyan a talaj, hát itt volt a keverőüzem, amikor építették az iskolát, és hősiesen megküzdenek ezzel a kemény talajjal, úgyhogy a gyerekekkel együtt közösen. Ők azért vannak most, mert a felnőttek később jönnek a leállításhoz, ahol nagyobb erő kell. Így van pontosan, és akkor így jó. Május 30-án, 1:45-kor beszélgetünk. Mikor játszhatnak itt a gyerekek? Hétfőn reggel, 3:18-kor. Tehát a június elejére ez már úgy néz ki, hogy kell. Hát nem gyereknapra, hanem pedagógus napra lett kész, de hát nem tudtuk úgy ütemezni, mert későn kaptuk meg a játékokat. De úgy gondolom, hogy június 1-én birtokba vehetik. Itt az előbb elszaladtál, és azt mondta az én operatúr kollégám, hogy hát a homokozónak a helyét is jelöljük ki, amit mostásnak az lesz a homokozó? Nem, az most a Libilókának mellette közte lesz a homokozó, aminek a férfiak csinálják az oldalát, mert azt ugyanilyen mély lazúra szeretnénk ilyen vörösre lefesteni és megoldani, úgyhogy hogy szép legyen. Tudnék, az az igazság, hogy az elsősök imádnak homokozni. Mindig kéreskednének át az óvodaudvarra, az elsősök még 6 homokozzanak. A nagyobbaknak lesz itt lengőkötél, lesz itt csúszda, minden egyéb olyan dolog, és úgy gondolom, hogy így kellő módon. Bármennyire hihetetlen véget ért a 2002-2003-as tanév, mennyien fejezik be a tanulmányokat a Bárdos iskolában? Hát az általános iskolában 516-an, a művészeti iskolában pedig, hát ott nem vagyok pontos, 750 körül tegnap tartunk. Tegnap volt a szolfés, ugye? Igen, tegnap volt a szolfés, mert csak a művészeti vizsga van hátra, a táncosoké, és 3 hete vizsgáztatunk, úgyhogy már csak a táncosok hiány vannak hátra. Második éve vagyunk művészeti iskola, és azt kell mondanom, hogy most már így, hogy nagyon merész vállalkozás volt, de nagyon megértem, mert nagyon tündérek, aranyosak, és rengeteg. Na meg a város körzetben is több településre ment, de azt hallom, hogy a Bárdososok ott van. Így van, Rozsály, Kölcse, Jáng, Turistvándi, úgyhogy ezek a gyerekek már... Ha már a tanév vége szóba kerül, bukás, vagy még nem volt értekezet, hát értekezetünk, még arra? Az utolsó tanítási napon van az osztályozó értekezetünk. Hát várhatóan megint ott maradunk annál az 1-5 közötti bukás aránynál. Az ő felkészítésüket nyáron segítjük. Igen, hát az úgy szokott lenni, hogy őket beszoktuk főleg augusztusba hívni, az osztályozót a szeptember elején vagy augusztus végén szoktuk csinálni, attól függően, hogy hány tantárgyból meg hogyan kell készíteni. Az idén is lesz úszótanfolyamunk, lesz tenisztáborunk, lesz nyelvi táborunk, hát a szokásos módon igyekszünk. Az előbb aranyosaikat emlegetted már, azt hiszem, azt mindenki tudja a névről, meg hát látszik, hogy ők nem titkoltan a Zöldfa utcai romák közül vannak itt többen, de vannak felnőtt számba menő romák is, akiknek az iskola évek óta helyet ad arra, hogy képezzük őket. Így van, az az igazság, hogy fölvállaljuk éppen a velem készítő riporter kapcsán, hisz ő évek óta foglalkozik a roma gyerekekkel. Az az igazság, hogy egyre több az olyan gyerek, aki nem fejezi be az általános iskolát, és azokat magántanulóvá kell nyilvánítani, föl kell készíteni, vizsgára kell őket vinni, és foglalkozni kell velük minden héten, rendszeresen, és akkor van eredmény, akkor el tud jutni. Ezt a mi iskolánk fölvállalta. Ha a pályázatunk sikerül, akkor külön helyet tudunk, megfelelő feltételeket biztosítani, és akkor nem csak a szűk körzetet, hanem a volt fehérgyarmati járást is el tudjuk látni ezzel az igénnyel, hogy főleg a roma gyerekekből álló olyan gyerekek, akik az általános iskolát úgymond eltekerekték, azokat tudják megcsinálni. Egyetlen egy dolog még, tehát mindenféleképpen lesz nyári szünet,
az az igazság, hogy az ember nem vigyáz a holmiára, akkor az hamar tönkre vágják. Logikus, ezt nyáron bezárjuk az ajtót. Így van pontosan, attól függetlenül, hogy mivel van karbantartónk, meg tebésztábor ügyeletet tartunk, és szervezett formában azért a tábor időszakában beengedünk csoportokat is, meg úgy gyerekeket is, ha pedagógussal jönnek, hát a tábor kapcsán használni fogják. Egyébként meg nem bánjuk, hogy lesz egy kis szünet, mert újra szeretnénk fűvesíteni, és ahhoz az lenne jó, hogyha megerősödne a fű. Kedves nézőink, az eltelt közel negyed órában a Bajcsi Zsilinszky úton jártunk Fehérgyalmaton a Bárdos Lajos Általános Művészeti Iskolában, ahol a forró melegben itt dolgozgatnak a kollégák. Borzon Gyuri barátom, igazi szekercés, ezzel a két baltával szétvágunk mindenkit, aki nem idevaló, de mindenki idevaló, és itt a helyünk.